Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Még véget sem ért a hajléktalan ellátásban a március végéig tartó úgynevezett krízis időszak. A szakembereknek már is egy újabb komoly kihívással, a koronavírus járvánnyal kellett szembenézniük. A Reformix Kft. Gondozottjai között sokan leromlott egészségi állapotú krónikus betegségben szenvedő páciens, akiknek az ellátása amúgy is különösen nehéz. Mi történt a krízis időszakban, és mit tesznek azért, hogy az intézményben továbbra se legyen koronavírussal fertőzött fedél nélküli ember? Aki elmondja, Hosszú Zoltán, a Reformix Kft. Szóvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hosszú úr, hát kezdjük akkor egy picit időrendben az elejétől. Március végéig tartott ugye hivatalosan a krízis időszak. Milyen időszakban találta ez az ellátottakat, a gondozottakat, illetve hát önöket, akik róluk gondoskodnak? Ez nem egy könnyű időszak. Így van, gyakorlatilag a krízis időszakból csúsztunk át a járványhelyzetbe. Na nem mintha egyébként a krízis időszak nem adott volna nekünk elég munkát. Minden évben ugye külön készülünk erre a feladatra, felszereljük az autóinkat, felkészítjük az intézményeinket. Mi már előző hónapban, mielőtt a krízis elkezdődik, tájékoztatjuk az utcán lévő ügyfeleket, hogy körülbelül mire lehet számítani, és arra invitáljuk őket, hogy minél előbb, minél nagyobb számban vegyék igénybe a szálláshelyeinket, megelőzve azt, hogyha mondjuk túl nagy igények lennének, és akkor lehetnek olyanok, akik már nem férnek be. Mit mutattak a mostani kihasználtság? Mennyien vették igénybe a szolgáltatást? Hány emberről gondoskodtak ebben az időszakban? Most is, mint minden krízis időszakban, 100% felett volt az intézmények férőhelyeinek a kihasználtsága. Az időjárás annyiban kegyes volt hozzánk, hogy nem gázoltunk térdig a hóban, hónapokon keresztül, tehát egy viszonylag enyhe idő volt. De ez nem azt jelenti, hogy kevesebb hívás érkezett a krízis telefonunkra, mint hogyha hidegebb lett volna. Ez azért van így, mert hogyha jobb az idő, akkor az emberek nem bújnak el annyira, tehát jobban szem előtt vannak mindenféle formában a városban, akár a egyszerű polgárok számára, akár a rendőrség vagy a közterületfelügyelet számára is, és nagyon sok hívás érkezett hozzánk azzal, hogy itt-ott közterületen valaki valahol padon, buszmegállóba vagy más nem lakás céljára szolgáló romos házban túl olyan emberről, aki ott tölti az éjszakáit, és menjünk, nézzük meg. Ilyenkor persze minden esetben kimentünk a helyszínre, megtettük a szükséges intézkedéseket, ha az illető együttműködő volt, akkor beszállítottuk őt valamelyik szálláshelyünkre. Egyébként, ha nem akart bejönni, akkor pedig plusztakarót hagytunk ott neki, élelmiszert, forró teát. Mit lehetett ilyenkor csinálni? Ugye március elejéről beszélünk, közepéről, amikor már is váltaniuk kellett, még le sem telt ugye ez a bizonyos időszak, de már is egy másik fokozatba kellett kapcsolniuk. Mi volt az első teendő, amit mérlegelniük kellett? Ilyenkor behívni az embereket, és aztán ott ellátni, vagy inkább azt tanácsolni, hogy aki tudja, máshol oldja meg a következő időszakot. Egyáltalán hogy ment ez az átmenet? Igen, hát egy picit váratlanul ért bennünket ez a járványhelyzet. Ugyanakkor valamennyi készlettel ugye a Szociális és Egészségügyi Centrum rendelkezik védőeszközökből. Gondolok itt a szájmaszkra vagy a gumikesztyűre, mert ez egyébként is mindennapos használatban van nálunk, de nem voltak ebből hegyek felhalmozva, tehát gondoskodnunk kellett hirtelen a további készleteknek a beszerzéséről is, és teljesen át kellett alakítanunk az ellátási rendszert. Gyakorlatilag ez utcai szolgálat vonatkozásában azt jelentette, hogy mivel elég hamar bekövetkeztek az intézményi zárlatok, tehát március 8-ával már zárlat volt az intézményekben, látogatási tilalom és kijárási tilalom, ezért aztán aki kint maradt, az kint maradt. Aki pedig önszántából kiment valamelyik intézményből, az előtte közöl vele, tehát tájékoztatuk, hogy ha így dönt, akkor visszafele már csak akkor tud jönni, ha két negatív tesztet hoz magával. Úgyhogy ilyetén formán átalakult az utcai szolgálat munkája oly módon, hogy egyfajta helyszíni ellátást vezettünk be. Tehát amikor hívás érkezett a krízistelefonra, akkor is kimentünk természetesen, minden hívásra reagáltunk, a kollégák be voltak öltözve védőfelszerelésbe. Ugyanúgy, mint a mentősök nagyjából. Annyit kivétellel, hogy a fehér kezes lábas az nem volt rajtunk, és a helyszínen, amikor tájékozódtunk az illető helyzetéről, akkor gyakorlatilag helyszíni ellátást foganatosítottunk. Tehát megkérdeztük, hogy mire van szüksége. Egyébként is fel volt szerelve az autónk további ruházattal, alsó ruházat, felső ruházat, további élelmiszerkészletekkel, gyógyszerkészletekkel.
és amit kért az illető, ha volt nálunk, az esetek nagy többségében rendelkeztünk valamivel, amit kért, azt ott hagytuk neki. Ez azt is jelentette, hogy az addigiek folyamán egy emberhez egy héten mondjuk kétszer jutottunk el, így meg kellett azt oldanunk, hogy legalább háromszor, de legjobb esetben négyszer is rá tudtunk nézni egy-egy emberre. Hogyan fogadták ők ezt a rendkívüli helyzetet? Együttműködőek voltak kevésbé? Alapvetően együttműködőek voltak. Mindig van egy kis mag, aki értetlenkedik mindenen, vagy háborog, lázong, de őket is megpróbáltuk, hogy is mondjam, meggyőzni arról, hogy ez most ez a helyzet, és azt kell csinálni, vagy azt érdemes csinálni, amit mi tanácsolunk. Úgyhogy a nagy többség az egyébként együttműködött. Nagyon nehéz egyébként ezeket az embereket bent tartani az intézményben, mert mindenkinek megvan a maga kis élete, nyilván ezek az emberek nem rendelkeznek óriási jövedelmekkel, tehát úgy egészítik ki a mindennapi kis jövedelmüket, hogy kimennek a városba, alumínium italos dobozokat gyűjtenek, és azt behozzák, hoznak az automatába, beváltják pénzre, és ebből vesznek cigit, vagy kávét, vagy éppen amire szükségük van. És ez ugye most megszűnt, mert hogy nem lehetett kijárni, és aki pedig kint volt, az meg nem jöhetett be, nem hozhatta be még azt sem, amit összegyűjtött esetleg ilyen italos dobozt. Ha jól tudom, akkor különböző praktikákhoz is folyamodtak önök. Sakkészletről hallottam. Így igaz, tehát hogy valamivel lekössük az emberek figyelmét, beszereztünk különféle játékokat, mert úgyhogy felnőtt játékokat, tehát sakkészletet, akkor asztali focit, és ezzel próbáltuk, hogy egy picit motiválni őket, hogy így a mindennapokban ne csak ott üljenek, és letargikus állapotban nézzék a brazil sorozatokat az előtérben, hanem valami más tevékenységet is folytassanak. Egyik kolléganőnk és kollégánk kitalálta, hogy akinek van hozzá kedve, az csinálhat valamilyen képzőművészeti alkotást, tehát beszereztek nagy alakú rajzlapokat, színes ceruzát, zsírkrétát, vagy lehetett drótból ilyen gyöngyfát hajtogatni a hölgyeknek, tehát valamiféle ilyen kézműves, kreatív dolgokat is elkészítettek. Nagyon nagy, hát az hogy a hajléktalan ellátásban Debrecenben nem volt egyetlen egy igazolt beteg sem, és nem volt haláleset sem, szeretnénk azt hinni, hogy nem csak a szerencsének köszönhető, hanem annak is, hogy a Reformix-nál dolgozó közel 60 munkatárs mindegyike, egészen a felső vezetéstől a takarítónőig, ott és akkor, amikor kellett, a maximumot tudta nyújtani. Itt külön ki kell emelni azokat az intézkedéseket, amelyek a higiéniára vonatkoztak, tehát napjában rengeteg alkalommal kilincseket fertőtlenítettünk, szobákban többször fel volt mosva, közösségi helyiségekben, ételosztások előtt, után, mindenkinek fértük a figyelmét, mosson kezelt, saját érdekében, csak is tiszta edénybe szolgáltunk ki ebédet, vagy bármilyen ételt is, úgyhogy nagyon, nagyon ügyeltünk a higiéniai szabályoknak a betartására. Megjelent ott a hadsereg is, és segítséget nyújtott az önkormányzat is. Így igaz. A Magyar Honvédség a hátsó telephelyünkön felállított egy katonai sátrat, amelyben 10 ágy került elhelyezésre, és minden intézményünket egy meghatározott rendszer szerint fertőtlenítették. Ezzel együtt mi is beszereztünk úgynevezett ózongenerátorokat, amelyekkel mi is az intézményeinket, intézményeik helyiségeit fertőtleníteni tudtuk bizonyos terv alapján, és így nagyobb esélyünk volt rá, hogy átvészeljük ezt az időszakot. Az önkormányzat részéről is kaptunk segítséget, akár olyan tekintetben, hogy további védőeszközöket bocsátottak rendelkezésünkre, és ugye tegnap átadásra került egy izolációs konténer, amely egy ilyen 16 négyzetméteres hasznos alapterületű, hőszigetelt, mindenféle szabványnak megfelelő fűtés van benne, világítás, villámvédelemmel ellátott konténer, amelyben 4 ágy került elhelyezésre, eredetileg azzal a céllal, hogy ide majd a esetlegesen vírusos betegeket el lehet különíteni. Hál' Istennek erre nem került sor, mert nem volt ilyen beteg, de egyébként bárki mást is el tudunk ott helyezni, aki más fertőző betegségben esetleg szenved majd valamikor, vagy a téli krízis időszakban csak simán férőhely bővítésként is szolgálhat.
Hát reméljük, hogy erre nem fog sor kerülni. Még annyit röviden, mert az időnk lassan lejár, hogy milyen enyhítésekre van lehetőség. Mennyiben változott most az életük, hogy egy picit az élet minden területén picit engedünk. Igen, kicsit igen, mi is próbálunk enyhíteni a túlzott, vagy esetleg a nagyon nagy szigorú szabályokon, próbálva alkalmazkodni az üzletek nyitvatartásához. Egyrésztről olyan intézkedést is hoztunk, hogy a 65 év felettiek délig hagyhatják el az intézményt, a 65 év alattiak pedig ezután, és így mindenki el tudja intézni a bevásárlást, és az olyan intézményeinkben, ahol egyébként még majdnem teljes zárlat van, ott egy adott személy mindig ki van jelölve, aki összeírja, hogy a többiek ki mit szeretne a boltból hozatni vagy vásárolni, és akkor egy személy megy ki, egy személy vásárolja meg, így csökkentve ugye a fertőzés kockázatát, hogy bekerüljön az intézménybe. Hosszú Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Karanténban és kreatívan. Talán ez is lehetne a mottója a következő pár perces beszélgetésnek. A Kodály Filharmónia Debrecen művészei ugyanis a járvány ideje alatt sem mondtak le arról, hogy vagy így, vagy úgy, de kapcsolatot tartsanak közönségükkel. Volt már otthoni online koncert, rajzpályázat, és most is a legújabb projekt, egy nagyszabású gyermeknapi műsor, ahol televízión közreműködésével a legkisebbeknek zenélnek. Hogyan teltek, telnek a karantén hetei, mennyire hiányzik a taps, mikortól lehet ismét klasszikus hangversenyen találkozni a zenekarral? A vendégem a stúdióban Somogyító Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen igazgatója és egyben művészeti vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Igazgató úr, hát ha azt mondom, hogy önöktől hangos ezekben a hetekben a média, akkor azt hiszem, hogy nem túlzok. Hogyan teltek a karantén hetei, és gyakorlatilag hogyan tudják azt átvészelni, hogy közönség nélkül ilyen az online térbe szorulva egy kicsit, illetve alternatív megoldásokkal keresik a közönségüket? Hát változóan, hiszen ugye egyszer csak jött egy hír, hogy aznap este már nem játszunk Csárdás királynőt, így kezdődött ugye. Bele volt a levegőbe, de egy időre ugye semmi nem volt lehetséges, tehát semmilyen közönséghez való eljutás. Nyilván mindenki aztán elkezdett az online térben jellemzően otthoni videókkal előrukkolni. Én ebben egy picit óvatosabb voltam, vagy mértéktartóbb, mert azért meggyőződésem szerint a mi műfajunk, a mi művészetünk az egy nagyon élő műfaj, és azt, hogy mindenképpen telefon-mikrofonnal fölvett módon zenéljünk, illetve még hozzáteszem azt, hogy olyan picit áll produkciókat csináljunk, hogy egy meglévő felvételünk, amit még valamikor a karantén előtt csináltunk, mindenki otthon videón rámuzsikál, és akkor abból csináljunk egy produkciót, mert csináltak többen ilyet. Abban én annyira nem hittem, hanem inkább a spontán dolgokban, illetve amikor aztán elkezdődtek a nyitások, akkor, hogy azzal a lehetőleg hamarabb tudjunk élni, és abban élen járjunk, hogy a közönséghez olyan módon jussunk el, ami a leginkább ugye a megszokott formációt jelenti, hogy a zenekar az feláll, és együtt zenél, vagy együtt csinál egy produkciót. Ami valójában is így történik meg. Azért azt mindenképpen el kell mondanom, azt többször elmondtam már mostanában, de tényleg nem lehet hangsúlyozni, hogy egy ilyen időszak egy zenésznek, amikor az a verkli, amiben élni kényszerül, az egy kicsit alább hagy, és többet lehet gyakorolni, többet tud az ember elmélyülten akár zenét hallgatni, akár a saját hangszerével együtt lenni, az egy áldás, ez egy hatalmas lehetőség, egy rekreációs időszak. Ez biztos, hogy nem kerülhető meg ez a téma, mert nagyon érdekes, és engem személy szerint is érint, hogy tudom azt, hogy mennyire régen vágytam arra, hogy egy picit tudjak mondjuk tényleg zongorát gyakorolni, vagy orgonán, és ez fantasztikus dolog, hogy ez lehet. Ennek az ideje kezd elmúlni. Tehát ez az egyik, a minden rosszban van valami jó, ugye szokták mondani, akkor ez nyilvánvalóan abba, ez annak a része. Mi változik most?
Hát most folyamatosan hétről hétre változik minden, tehát most mégis igyekszünk valami rendszert tenni az egészbe. Most úgy határoztunk, és ezt már nagyjából egy hónappal ezelőtt eldöntöttük, és eddig bevált a akkori döntésünk, hogy minden lehetőséget megragadunk arra, hogy az enyhítésekkel párhuzamosan elkezdjünk próbatermi munkát végezni, tehát kis csoportokban, kamara együttesek formájában különböző produkciókat hozunk létre. Ez azt jelenti, hogy 3-4 ember, 5-6 ember, 2-3 ember együtt leül egy trió, egy akár egy cselló kvártett, akár egy vonós négyes, akár egy fúvós ötös, legyen az részfúvós vagy fafúvós, akár egy oboa trió, szóval mindenféle gyönyörű lehetőségek nyílnak meg abban, hogy kamara zenéljünk. És aztán az, hogy ezek a produkciók most próbálnak, előbb-utóbb, sőt már több produkcióval is készült, ami különben majd a gyereknapi műsorban részben meg is jelenik, ezek elkészülnek, és aztán ezeket tudjuk majd különböző helyszínekre alternatív, a mi normális értelmezésünk szerint alternatív helyre elvinni, hiszen ugye el fogjuk vinni közterekre, fogunk merülő csinálni felvételt, tehát rendesen stúdiófelvételeket. Ami nagyon szép dolog, hogy elkezdtünk egy komoly együtt gondolkodást dr. Fekete Károly püspök úrral, és a mi kamaraprodukcióink a következő hetekben meg fognak jelenni Debrecen és a régióhoz tartozó református templomokban, aztán többi egyházzal is ugyanezt tervezzük. Tehát elindult egy szakrális térben való működésünk ezekkel a kamaraprodukciókkal, most pünköskor is több helyen leszünk egyszerre jelen, és közben, mivel már összejöhetünk dolgozni, létrejött ez a bizonyos első nagyobb zenekari produkció, amit ugye együtt csináltunk az önök kiváló munkatársaival, ez a Pachelbel Kánonnak a felvétele, ami egy gyönyörű, nem véletlenül... Ez a Kölcsei Központ, Kölcsei Központban, nem véletlenül ez egyik legnépszerűbb barokk mű, ez a Pachelbel Kánon, ez a vonós karnak a nagy részét érinti. Hát Brácsát nem írt bele a mester, a szerző, amit sajnálunk, de lehet, hogy igazán a Kölcsei Központ színpadnak értelmezett részén már igazán el se fértünk volna többen, így is jóval meghaladta az alapterület, ennek a vonóskarnak az alapterülete azt, amikor a teljes zenekar különben fönt ül. Tehát ez a mű nagyon szépen szimbolizálja is különben ezt az időszakot, ez a melankolikus, de mégis pozitív kitekintés, vagy pozitív hát reményt sugárzó hangvétel ennek a műnek. Azt hiszem, hogy sok embert fog, remélem, hogy elérni, és sok embernek fog örömet adni. Ez is média történeti pillanat, mert ez ugye most már, ha jól tudom, ez ma már kint van az online felületeken. Ez egy pár órával ezelőtt került az erről készült felvétel. És lesz ugye egy nagy produkció is. Itt tegnap a nézőknek mondom, hogy itt gyermekzsivajtól és muzsikaszótól voltunk hangosak. Mi is történt, és mit fognak majd látni vasárnap 15 óra 30 perckor a Debrecen TV nézői? A gyereknapra a kiváló kolléganőim, akik különben azt a bizonyos rajzpályázatot is előkészítették, amit szerkesztő úr mondott, kitalálták, hogy küldjenek be a gyerekek kívánságokat, hogy mit szeretnének hallani a szimfonikus zenekar hangszerein tolmácsolva. Ismert, általuk ismert zenéket, ugye nyilván itt jönnek a rajzfilmzenék, meg jönnek a különböző mesezenék. Hát elég szép számmal is jöttek, annyira, hogy ebből is aztán egy a tervezetnél nagyobb produkció kerekedett, hiszen ez is ugye köszönhetően a jó együttműködésünknek a média és a komoly zene vonalán egy profi felvétel készült, profi tévés felvétel készült, ezt ezúton is nagyon köszönjük, és nagyon örülünk neki, és szerintem a gyerekek is nagyon fognak örülni, hiszen az általuk ismert sláger, gyerek slágerek, teljesen alternatív módon, négy kürtön, mondjon bőgőn. Mondjon egyet-kettőt. Csináljunk kedvet a műsorhoz. Hát, melyiket mondjam? Nagyon a Lusta Dicktől a Jó barátokon zenén keresztül a Bodó és Babóca, a Mancsőrjárat, és hát ezeket ugye lehetne sorolni, amiket megszokott valahogy a gyerek fül, és ők ezt most másra fogják hallani, hiszen szimfonikus hangszerek
ből egy-egy, ugye, mert az egész szimfonikus zenekart, akkor is, hogyha arra írták eredetileg, azt most nem lehet összehozni, úgyhogy itt izgalmas alternatívák lesznek. Érdekes kirándulás lehetett önöknek is, így a művészeknek van, és is. Ugye azt is jól szimbolizálja, hogy, hogy a két szervezet, a Média Centrum és a Kodály Filharmónia, hogy tud együtt dolgozni, hogy a műsorvezetést is a két kolléganőnk közösen oldja meg. Tehát lesz egy tévészakember, meg lesz egy zenész szakember, mindkettőnek kiváló tehetsége van a másik területhez is különben. Tehát ez egy, azt hiszem, hogy szép produkció lesz, és várjuk a megjelenését. Ki ne hagyjuk, tehát akkor még egyszer vasárnap 15 óra 30 perc a Debrecen Televízió, illetve jövő hét szerdán a Színképek különkiadása is erről fog szólni. Somogyi Tóth Dániel, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hát várjuk, hogy mielőtt hangverseny koncertterembe is láthassuk, hallhassuk mi majd önöket. Várjuk. Köszönöm a beszélgetést. Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!